Jó napot kívánok! Ebben a videóban szeretném olyan dolgokra felhívni a figyelmet magyar népdalokban, gyermekdalokban, amelyek talán senkinek sem szúrnak szemet, pedig hamisak, valótlanok vagy logikátlanok. Nem a dallamra gondolok, hanem a szövegre. Itt van egy példa. Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az odvarába, sudár jegenyefa földre hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja, sudár jegenyefa földre hajlik az ága. De hogy hajolhat a földre a jegenyefa ága? Sudár az a jegenyefa. Nem hajlik a földre. Aztán ott van a három szabó legényes dal. Három szabó legények meg-meg-meg, elmennek, kalandoznak, betérnek a kocsmába, megisszák a bort, de nem tudják kifizetni. Na kérem, itt van a morális tanulság a gyerekeknek. Mikor a bort megitták, meg-meg-meg, kifizetni nem tudták, meg-meg-meg, az ablakon sorba álltak, s mind a kecskék kiugráltak, meg-meg-meg, az ablakon kiugráltak, s ezzel bűnözőkké váltak, meg-meg-meg. Aztán ott van a Sárga Csikó Csengő Rajta című dal, ugye, huzsedári huzsedom. Nos, szerintem nem kell sok kultúra ismeret ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy miről is van szó. Ugye, Kovács Róza fésülködik, bügyeszkedik a tükörben, stb. És akkor jön az a kérdés, ugye, hogy ugye, Jani, szép is vagyok, éppen hozzád való vagyok, huzsedári huzsedom. Szép is vagy te, jó is vagy te, csak egy utolsó repet sarkunna vagy te, huzsedári huzsedom. Legközelebb jelentkezem még hasonló dalokkal, rengeteg ilyen van. A viszontlátásra!